Sziasztok, Zazóka vagyok. Nos, karácsonyra az egyik ajándékom az a Gran Turismo 6 volt. És hát azóta elég sokat játszottam is vele. Tehát ha én játékkal játszottam ugye az ünnepek alatt, akkor az ez volt. És mással nagyon nem. Amit gyorsan tudni kell a Gran Turismo 6-ról, például az, hogy kapott szépen magyarítás, tehát ott minden le van, tehát magyar felirat van a játékhoz. Illetve, hogy történtek benne fejlesztések, és akkor erről majd beszélni is fogok. A tervem az a sorozattal kapcsolatban, hogy például itt van ez az első verseny, a kezdő, és akkor itt mondjuk megyek, bemutatok nektek két pályát, ami valamiért érdekes. Akár azért, mert nincs benne a Gran Turismo 5-ben, akár azért, mert most nagyon szépen valósították meg. És akkor közben beszélek a Gran Turismo 6-ról. Mik az én tapasztalataim vele kapcsolatban. Illetve, hogy... majd a végén... majd a végén... Oké. Majd a végén megmutatom nektek a menürendszerét a játéknak. És még mindig tudok beszélni majd a játékról értelmszerűen. Nos! Valamiért nekem ez a pálya itt nagyon tetszett. Itt most nem az a célom, hogy első legyek. Ha jól emlékszem, ezzel a kocsival mentem. Ez volt a legelső kocsi. Így. Hanem tényleg az, hogy közben tudjak dumálni a játékról, illetve lássátok azt, hogy hogy néz ki a játék. Annyit még tudni kell a felvétellel kapcsolatban, hogy most egy kicsit újítottam a játékkal. Általában, ha a Gran Turismo videót veszek föl, akkor azt 1080p-be veszem föl 30 fps-sel. Viszont mivel a játék a natív 1080p-s és 60 fps, ezért szépen lehet látni, hogy nem olyan szép folyamatos a játék, mert ugye 60-ról csak 30 fps-t veszek föl. Nem túl szép. Most azt találtam ki, mivel a fölvevő készülékkel nem tudom azt megcsinálni, hogy 1080p és 60 fps, hanem 720p és ott már 60 fps, akkor inkább veszek föl akkor 720p-be és 60 fps-sel. És meglátom, hogy milyen eredményt kapok. Ha esetleg valami miatt rosszabb az eredmény, akkor szépen majd visszatérek a 1080p és 30 fps-re. Nos, mik a tapasztalataim a játékkal kapcsolatban? Hát, vannak jók, és vannak rosszak is. Milyen meglepő, ugye? Sokan mondták a cikkekben, hogy más lett a fizika a játék alatt. Ez igaz is, ezt észre lehet venni. Amiben én mondjuk én észrevettem az, hogy tehát a vezetés élmény az megváltozott, és ahol ezt nagyon jól le tudtam szűrni, az például a Nosleifi pálya, és emlékeztek arra az Camaro Z28, ugye? Na, hát ugyanazzal mentem itt is, és ténylegesen jobbnak éreztem a vezetési élményt. A fizikát viszont annyira nem érzem korrektnek. Sokan mondták, hogy hú, van az autóknak végre súlya. Hát szerintem a Gran Turismo 5-ben is volt súlya az autóknak. És én amit inkább észrevettem, hogy nincs baj semmi a fizikával, inkább az, hogy még vannak a játékban bugok. Erről majd föl is töltök talán egy vagy két videót, amivel találkoztam a játék a versenyzések során. És ugye azt elmentettem azt a visszajátszást. Nem azért, hogy csinálom ezt, hogy én fikázom a játékot, tehát én nagyon szeretem a játékot, a Gran Turismo sorozatot. Az, hogy mégis lássa azt, akit ez érdekel, hogy esetleg még, ha gondolkodik azon, hogy megvegye a játékot, akkor még szerintem még nyugodtan várhat vele. Én magam nem is vettem meg a játékot, mint mondottam volt, ezt karácsonyi ajándékot kaptam. Mert sajnos... észrevehető az,
és itt nem kell semmi komoly hibára gondolni, de hogy a Polyphon szerintem egy kicsit hamar adta ki a játékot, így az ünnepek alatt még simán ráfért volna a fejlesztés a játékra. Már csak azért is, hogy ezeket a kis, bosszantó furcsaságokat ki tudják szűrni, ki tudják javítani. Ó, nem is megyek rosszul. Lehet, hogy mondjuk ez a második már nem lesz meg. Mert ha jól emlékszem, akkor itt már lehet, hogy a cél egyenes lesz. A játékban ugye nagyon sok autó van, valami 1200, ha jól emlékszem, kocsi van a játékban. Nagyon sok pálya van a játékban. Ez az. No. Nem, ez nem lesz meg. Kicsit lassabb ugye a kocsim. De nem is véletlenül, mert megvan még a játéknak sajnos az a hibája, de ez szerintem minden játékban benne van, tehát most, hogyha a Forzát nézzük, az is. Ja, igen, hát ez a konfetti felhő, igen. Ez gyönyörű. Oké. Ezt hagyom egy kicsit menni a visz... Nem hagyom menni. Járjon a kezem, nem csak a szám, ugye? Akartam, hogy egy kicsit dumálok nektek, mert... itt talán jobban össze tudom szedni a gondolataimat. De... Mivel nagyon sok videót tervezek ebből a Gran Turismo 6 sorozatból, de a játékból, tehát nagyon sok videó lesz, ezért biztos, hogy úgy is eszembe fog jutni, hogy még miről nem beszéltem a játékkal kapcsolatban, és az majd akkor elmondom. Ne adj Isten, akár még ismételni is fogok. Oké, ez volt az ez a pálya, és ha jól emlékszem, akkor itt van egy... talán ez lenne az a pálya. Bocsánat, itt most lehet, hogy nevezés lehetséges. Ha jól emlékszem, ezt végig ezzel a kocsival csináltam meg. Azt próbálom megnézni, hogy... Igen, tehát ami nagyon fontos, például, hogy itt jobbra a nevezési feltételeknél érdemes ugye a gumit azt olyat venni, amit itt engedélyez, illetve a TP, tehát a tapasztalati pontot, vagy ez nem tudom most pontosan minek a rövidítése, ahhoz belőni a kocsit. De látjátok, hogy például ez az kocsi, amivel most nekem van ugye ez a Honda Fit RS10, ez például 350 TP-s. Látjátok? Tehát 100-zal alatta vagyok, és még így is meg tudom nyerni a versenyt. Tehát ez az, ami egy kicsit baj a játékkal, hogyha nem figyelsz oda, akkor unalomba full a verseny. Megnézem ezt a pályát. Oké. Okay. Hát Istennek nem, tehát lehet haladni, mert ugye még az elején még ilyen kétkörös versenyek vannak. És meg tudom gyorsan nézni, hogy ez most az a pálya, amire én gondoltam. A vezetési beállításokat gyorsan átfutom. Oké, jó. Azt a pályát szeretném nektek megtalálni, ahol egy ilyen, ez is egy új pálya, tehát ez nem érmik nekem a Gran Turismo 5-be. Az időjárás az viszont nagyon rosszul van. Ez lesz az a pálya. Szuper. Tehát itt majd szépen már sötétbe fogunk versenyezni. Ugyanis be lehet itt is állítani a játékba, és hál' Istennek itt is sokkal többet adott a Sony a Gran Turismo 5-höz képest, hogy nagyon sok pályának elkészítették ugye azt a változatot, ahol esik az eső, változó időjárás, változó napszak, stb. És ezek nagyon földobják a verseny hangulatát. Ez az. Grafikailag sok változást nem vettem észre. Illetve hát dehogy is nem. De amire ugye mindenki gondol az, hogy hú, mennyivel fotorealisztikusabb lett a játék grafikája, ez nem igaz. Mert a Gran Turismo 5-ben se volt ezzel semmi gond. Ami viszont nagyon durva a játékban, hogy ami az 5-ben elő szokott fordulni, ez a V-Sync hiba, ez itt még egyelőre nem láttam a játékban. Olyan gyönyörű minden benne, hogy élvezett vele játszani. Ugye itt sajnos ront ezen a minőségen az, hogy a felvételt ugye én nem HDMI-n tudom fölvenni, hanem azon az egységesített kimeneten, ami tulajdonképpen ilyen komponens kimenetnek felel meg, illetve majd még a YouTube is ront rajta. Hiába veszem ugye nagyon durva minőséggel föl, értitek, értem ez alatt azt, hogy 30 megabites
bitátával veszek föl, és az már azért elég jónak számít. De, tehát sajnos ezek majd mind rontanak rajta. Higgyétek el, hogy ez HDMI-n játszva, ez nagyon szép. Tehát ezzel a résszel igazából nincs baj a programmal. És ugye ami még nagyon szép tényleg az, hogy 1080p, 60fps, és ezt lehet azt mondani, hogy tartja. Én legalábbis ugye szemre nem veszek észre semmi különbséget. Illetve, hogy a V-Sync hiba is nem láttam eddig. Azokon a helyeken sem, ahol a 5-ben eddig észrevehető volt. Igaz, hogy ott sem mindenhol, tehát nagyon kevés helyen, de ezért észrevehető volt. És talán, hát ezt ugye úgy tudnám igazából lemérni, hogy mennyire lett szebb a grafika, hogyha ugyanazt a pályát betölteném, és akkor kapcsolgatnám, ne adj Isten, össze-vissza, vagy fölvennék mondjuk belőle egy videót, és akkor visszanézném. Erre nekem nincs energiám. Tehát annyira engem ez nem érdekel, higgyétek el, szép a grafikája, és punktum, kész, ennyi. Tehát a grafikai részen nincs baj. A kocsikban még mindig megkülönböztethető az a csomag, hogy vannak a prémium kocsik és vannak a standard kocsik. Ugye lehet ezzel a térteni, hogy a prémium kocsiknak ugye sokkal-sokkal szebb a grafikája, illetve van nekik rendes belső ilyen műszerfalas nézetük, ugye ahol most is megyek. A standard kocsiknak ez viszont nincs, és ez még mindig benne van a játékban. Ez szörnyű. Kedves Polyphon, ha valaki hallgatja ezt tőletek, vagy Sony, akkor kicsit kevesebb kocsival is én megelégszek, de azok legyenek mind prémium kategóriásak, és kész, engem nem érdekel ez a sok kocsi. Nagyon jó, hogy benne van, mert akkor tényleg az ember biztos, hogy megtalálja azt a kocsi típust, ami éppen a birtokában volt, vagy birtokában van, és akkor ki tudja próbálni, és jaj, de jó. De viszont egy standard kocsi azért eléggé illúzió romboló, és ezt nem szabadna már benne hagyni, ezt illene kivenni. Én legalábbis ez az én véleményem. Aztán persze ezzel lehet egyetérteni, vagy nem egyetérteni. Tehát ez sajnos még mindig benne van, ez a prémium és a standard kocsik közötti különbség. Illetve a mesterséges intelligenciában nem éreztem változást, nagy változást. Nem érzem sokkal jobbnak. Rosszabb biztos, hogy nem. Tehát semmiféleképpen sem rosszabb a mesterséges intelligencia. De én nem érzem, hogy olyan hatalmas nagy változás lenne a 5-höz képest. Ott is néha volt, amikor hülyén viselkedett a gépi autóvezető, valamikor meg tök jó lereagálta a adott szituációt. Tehát ebben én szintén nem érzek nagy különbséget. Nos, és akkor ezt ennyit akartam ebben a videóban, tehát ezt a kettő pályát itt most hirtelen megmutatni, ugyanis, és akit nem érdekel a menürendszer és a további dumám, azt annak köszönöm szépen a figyelmét. És akkor gyorsan átmutatom azt, hogy milyen a menürendszere, milyen kocsimárkák vannak a játékban, milyen pályák találhatók benne, és még ami eszembe jut, arról majd pofázok nektek. És kíváncsi leszek, hogy milyen lesz ez a 720p-s felvétel, de ugye 60 frame-mel, 60 fps-sel. Nagyon kíváncsi leszek. Lehet, hogy ugyanúgy le fogja rontani a minőséget a YouTube-nál, mint arra gondolok, hogy ugye, hogy akkor leveszi 30 fps-re a játékot, és teljesen feleslegesen küzdök itt vele. Ha ezt tapasztalatom, akkor a következő felvétel már 1080p lesz, és 60 fps. És 30 fps, bocsánat, mert pont arról beszéltem, hogy ugye nem tudja a 1080p nekem a 60 fps-t. Nos, ugye van egy garázsunk, ahol van egy autólista. Látjátok, hogy ez már nekem, ezek a kocsik, ezek már mind megvannak. Ugye ezek egy része nyereménykocsi, a másik része pedig, hogy már a saját pénzből vettem meg őket. Hát elég jól lehet keresni pénzt. Pláne majd meg is mutatom, hogy melyik részen ezek a online eventekre gondolok. Oké. Itt van a Camaro-nál, látjátok, Z28. Tehát autólista, autóbeállítások, egyéni gyakorlás, galéria nézet, autóadatok, versenyruházat, ugye lehet öltöztetni a pilótát.
Jaj, mit csináltam? Jó, semmit, oké, okay, de megijedtem. Galéria, ez éppenséggel a fölvett versenyeket lehet visszanézni, illetve gondolom ott is van, hogy fényképek. Ugye. Státusz, mert azt megmutatom nektek. Tehát 38%-nál járok a program szerint. Mennyi licenszdíjam van meg, mennyi csillagom van. Ez a csillag tulajdonképpen ez a 5-höz képest ugye annyit változtattak, hogy nem egy ilyen pontszámot kapsz, egy ilyen ponttal megkülönböztetett ilyen tapasztalati pontnak akkor fölfogható pilóta vagy, hanem akkor csillagokat gyűjtesz. Hát ezt én nem tudom, hogy ez mennyivel jobb, nekem a régivel se volt semmi bajom. Nos, és akkor látjátok is, hogy akkor itt akkor nagyjából milyen, mennyi a teljes megtett távolság. Úristen, mennyit vezettem a játékkal. Nagyon jó. És akkor, hogy legnagyobb távolság, legtöbb győzelem, csúcssebesség. Ó, Ferrari 458 Itália. No, oké. Okay. Ez ma azért mondom, hogy ez most el fog tartani egy darabig, mire ezt végig mutogatom, de hát tényleg ez valakit érdekel. Értesítések nem érdekelnek, és ez sem. Oké, okay, online rész. Online én még nem játszottam a játékkal. Nincsen, ezen a profilon nekem nincs senki fölvéve. Nem is akarok online vele játszani, megmondom őszintén. Habár a Gran Turismo 5-ben nagyon jókat játszottunk, de elvette a kedvemet egy-két emberke, és akkor hagytam is a sunyiba. Szezonális versenyek, ezek tulajdonképpen ilyen online eventek, ugye, amit a Sony hetente frissít, ha jól tudom, akkor hetente, és itt nagyon jó pénzeket lehet nyerni, még úgy is, hogy nem a aranykupát szerzed meg belőle, látjátok, hogy ott is csak ezüst van, itt csak bronz, aztán itt is csak ezüst, és a többi. Tehát nagyon jó pénzeket lehet nyerni, látjátok is, hogy 1 millió, több mint 1 millió kreditem van. Tehát, a arcade mód. Ezt ugye, aki ismeri a Gran Turismo sorozatot, az tudja, hogy van benne egy karriermód, és egy külön egy arcade mód, ahol ugye ki lehet próbálni több autót tudsz kipróbálni, illetve a pályákat is többet ki tudsz próbálni, mint ami éppen most itt elérhető. Red Bull nem hiányozhat a játékból, ez már 5-ben is benne volt, Red Bull X kihívás. Szépen indulsz gokárttal, egy ilyen forma, nem tudom, hanyas osztályhoz hasonló kocsikkal, illetve ez a standard bajnokság, gondolom ez már full Forma 1-es autókkal fog menni. De még ez nincs benne. Szerintem ebből látszik, hogy és durán szokták mindig mondani, hogy Gran Turismo 5,5, vagy Forza 3,5, stb. Hát itt szerintem lehet akkor mondani, nyugodtan a rossz májúak nyugodtan mondhatják, hogy ez Gran Turismo 5,5. Nos, autókereskedések. Európa. Szépen így végig scrollzazok, viszintesen. Akit érdekel, az ugye lepazálja, ahol akarja. Ázsia és csendes óceáni térség, ugye, Japán, elsősorban ugye akkor a... Japán, igen. Japán, illetve ugye Ausztria, ugye Ford. Nos. Ezt is itt szépen végigpörgetem nektek, és akkor Észak-Amerika. Tehát ennyi márka van a játékban. Persze azt ugye tudni kell, hogy mit tudom én, ha bemegyek érezni, nem is tudom, hogy ez milyen márka, akkor mondjuk csak 3 kocsi van. Aztán lehet, hogy van olyan márka, ahol csak 1 kocsi van. Tehát ezt ugye így kell fölfogni, de összesen körülbelül 1200 kocsi van a játékban. Oké, kiemelt autók, az egy segítség, hogy itt kategóriára bontva is esetleg meg tudod nézni az autókat. Tehát tudsz vásárolni egészen pontosan. Tehát ennyi könnyebbség van benne, igen, ez a Vision GT, ez nem is tudom most hirtelen. Ja igen, itt majd ott alul írják is, hogy majd szépen itt ilyen különféle ilyen valami concept, vagy nagyon extra autókat lehet majd letölteni, meg megvásárolni, nem tudom. Akinek, ha jól tudom, talán megvan a Gran Turismo 5 Gran Turismo 6, bocsánat, olyan változata, ami ez a 15. évfordulós változat. Hát ugye nekem nem ez van meg, azoknak talán már megvannak ezek a kocsik. Jó,
Tuning és szerviz, hát ezt ne arra gondoljatok, hogy nem mutatom már végig. Ugye lehet itt a pilótához venni ruhákat, sisakokat, meg mit tudom én még miket. Szokás szerint lehet szervizelni a kocsit, tehát hogy olajat cserélni. Ez egy fontos is a Gran Turismo sorozatban, ki ezt nem tudná. Hogyha nagyon sokat mész egy kocsival, akkor ugye időközönként olajat kell cserélni, a motor teljesítménye romlik, stb. Ezek pedig ilyen speciális versenyek is van írva, illetve ugye lehet fotózgatni. Ezt még esetleg megmutatom, nem tudom, hogy mennyire lesz érdekes. Speciális versenyek, ezek ugye, amik esetleg földobhatják a játéknak a nehézségét. Ugye, mert mint mondottam volt, hogy indulsz egy sima versenyen, nem biztos, hogy annyira kiélezett lesz az a verseny, hanem már az első körben már ott vagy a első kör végén már első vagy, és akkor onnantól kezdve unalmas az egész. Ezek a versenyek azért itt elég jók ki szoktak lenni élezve. Illetve, hát ez egy nagyon nagy szó, a Gran Turismo 6-ban legalábbis ugye ezzel reklámozták a játékot, hogy lehet menni a Hold Comp-al, Hold járóval inkább, akkor úgy mondom, ugye a Hold Comp az azért más, Hold autóval lehet menni, és ott írták, vagy írják is, hogy hát most nem tudom, hogy lehet scrollozni, mert ugye a kormányon indítom, vagy kezelem most a játékot, ugye a jó öreg G25-ömmel, hogy itt bizonyos valóságban is megtett utakat kell ugyanúgy végigmenni ezzel a Hold kocsival. És akkor látjátok, hogy itt több van. Látszik is, igen, hogy ott küldetés egy, cél start, és akkor milyen útvonalat járt be az a Hold Comp. És itt is. Ez micsodi? Mi ez a küldetés 3? Ja, hogy kell valami kávészünet verseny, jó, az engem nem fog érdekelni. Tehát ez még egy nagy szó. Kipróbáltam, majd szerintem majd rakok is belőle videót. Szerintem egy poénos valami. Belerakták, unatkoztak, volt idejük rá, én nem tudom, tehát ennyi. Igazából lényegtelen. A főmenüt akkor végig is mutattam, most azt nézem, hogy itt a főmenün belül esetleg még hol lehet jobban belemenni, de akkor nem, akkor nézzük a versenyeket. Karriermód, tehát ez ugye a legelső, és ami hál' Isten, ez a kávészünet kihívás, ennek megmondom őszintén, hogy nincs értelme. Legalábbis számomra, mert milyen gyorsan döntesz le 300 bóját, ez engem nem érdekel. Jó, azt mondja a bátyám, ő játszott vele is, hogy azért ad jó pénzeket ad, de engem ezek nem érdekelnek. Illetve, hogyha tovább akarsz lépni a versenyen, a Gran Turismo-ben ez nem így volt megoldva, ott föl volt oldva az összes verseny, itt csak akkor tudok a nemzeti B versenyen elindulni, ha először megcsinálom a licenceket. És ez nagyon jó, ez nekem nagyon tetszik. Mert persze, hogy engem már annyira már nem tud újat mutatni, de aki most is érkezik a játékkal, annak igenis, hogy egy kicsit megtanít vezetni, tudod, hol fékezetek, mi az ideális ív, stb. Ugye ennek az a szerepe. És akkor látjuk is, hogy akkor, ha azt megcsinálod, és megvan a megfelelő csillagod, akkor tudsz bejutni ide. És akkor itt még már egy kicsit több, ezeket nem mutatom most végig, ugye, hogy itt milyen versenyek vannak. Tehát itt már egy kicsit már komolyabb és hosszabb, vagy több verseny kategória van. És akkor itt még plannak olyanok, hogy küldetésversenyek, ugyanúgy megvan a kávészünet kihívás, illetve márkaversenyek. Ezek szintén ugye azért nagyon jók, ezek a versenyek, mert egy kicsit jobban ki van élezve ugye a verseny, hogy milyen kocsival enged versenyezni, és ugye ezáltal akkor nagyobb kihívást kapsz a verseny alatt, hogy teljesítsd éppen azt a küldetést, versenyt, vagy a márkaversenyeket. Illetve itt is megvolt, hogy a licencet akkor meg kellett szerezni. Oké. Itt aztán már nincsen, de ott is van még a eBay, a nemzetközi licenc, jó. És akkor itt is ugye tovább menjünk, látjátok, hogy itt is nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen verseny van. Ami ugye mindegyik három vagy négy pályából álló, illetve vannak szintén ilyen kis kupákból álló versenyek. És akkor itt is ugyanez megvan, küldetésverseny, kávészünet kihívás és márkaverseny. És akkor illetve itt van a nemzetközi B verseny,
ahol már, ha jól tudom, akkor itt nincs jogosítványszerzés, itt már GTA All-Star bajnokságon lehet menni. Ha látjátok, hogy körülbelül itt tartok most a játékba, ha jól emlékszem. Lehet, hogy még itt sincs meg az összes. Pillanat, gyorsan végig scrollozok rajta, ez nem tart semennyiből. Ó, körülbelül fél órás lesz a videó, nagyon jó. Így is terveztem amúgy ezt az első videót, ezt így is terveztem, tehát akkor itt járok a versenyben, Super Auto Fesztivál. Valószínűleg, hogy nem véletlenül volt utólag nálam a Ferrari, mert valószínűleg, hogy azzal csináltam. És hát próbálom azt, hogy egy kicsit úgy menni a versenyeken is, hogy azért ne az első kör végén már én legyek az első, és akkor utána már a többi hátralévő körökben már csak körözgetek, és halálra unom a versenyt. Oké. És akkor ennyi is lett volna, ide még ugye nem mehetek be, illetve ide sem mehetek be. Ennyi lett volna akkor ez a Gran Turismo menürendszer áttekintés, illetve az újdonságokról, amit el lehet írni. Még amiről, még miről beszéljek így a menüben, ami így hirtelen... A zenét ugye azért nem halljátok, mert egy autóversenyes játékban nekem nincs zene. Tehát én szeretem hallani a motornak, a kocsinak a hangját pontosabban, hogy milyen. Azzal sem vagyok igazából elégedett. Most nem tudom, hogy azóta már kijött az a csomag, amit mondtak, hogy majd ki fog jönni, és a motorhangokat le fogják cserélni. Az nem tudom, hogy kijött-e már azóta, mert leszedett valami update-et a játék, amikor megkaptam ugye az ajándékot. De az nem tudom, hogy most az volt-e az az update. Nem tudom. Persze lehet azt mondani, hogy jó, persze azért olyan a hang, mert lehet, hogy úgy szimulálja a játék, hogy ugye benülsz az utastérbe, mert én ugye általában ott szoktam vezetni, és rajtad van a sisak is, tehát hogy, és ezért nem olyan harsány a motorhang. De én ilyenkor meg azt mondom, hogy csaljatok, fiú. Tehát engem ez ilyenkor nem érdekel. Hallom, ha akarom hallani a hangokat, a motorhangot, nem tudom, nekem arra van merevedésem, ugye, és tehát mindenféleképpen hozzáad egy pluszt a játékhoz, hogy hallod, hogy és akkor a motorhangot. Na. Tehát ez az, ami még lehetne változás. Aztán még micsodi. Jaj, bocsánat, a pályákat nem mutattam végig. Ó, nagyon sajnálom, srácok. Hát akkor gyorsan, még van 3 perc. Oké, egyéni gyakorlás. Létező pálya. Ezt nézzétek, itt is gyorsan végigpörgetem, vagyis hát nem gyorsan, hanem szép nyugodtan végigpörgetem. Tehát ezek a létező pályák, ugye. Versenypályák, hogy úgy mondom. Itt is van olyan pálya, ami a Gran Turismo 5-ben nem volt. Egyelőre olyan pályát nem vettem észre, ami a Gran Turismo 5-ben volt, és itt nincs benne. Persze még nem is jártam az összes pályán szerintem. Na jól van, tehát akkor szépen lassan így végig scrollozok rajta. És akkor akinek ugye mond valamit, az úgy is észreveszi, hogy a kedvenc pályája benne van-e a Gran Turismo 6-ban. Az persze ugye azt szintén tudni kell, hogy az a nagy pályaszám az ugye az azért van benne, mert egy adott pályának a 3 vagy 2-3 nyomvonala is ugye beleszámít. Mazda Laguna Seca, ugye ott van, itt van a Le Mani pálya. És látjátok, hogy ahol ilyen kis piktogramocskák vannak a pályarajz alatt, hogy napsütés, illetve a kis óra piktogram, ugye ezek mind azt jelentik, hogy azok ott beállíthatod azt, hogy változó időjárás, tehát amikor ilyen próbakört mész, hogy akkor változó időjárást be akarod-e kapcsolni, illetve hogy a napszakváltozást be akarod-e kapcsolni. Nagyon-nagyon-nagyon sok pluszt ad ez a játék. Ezen is változtattak a Gran Turismo 5-höz képest. Ó, itt vannak a kedvenceim, bizony, Nos Life. Tehát ehhez is nagyon sokat pluszt kapunk a 5-höz képest, mert sokkal több pályának készítették el az, hogy esik az eső, illetve a napszakváltozást. Azt hiszem, hó meg ilyenek nincsenek benne. Jó, bocsánat, ez mi is volt? Ez az eredeti pálya.
No. Tehát eredeti pályák. Ez ugye, ezek nem versenypályának, hanem a Gran Turismo-nek az eredeti pályái, vagy ami a Gran Turismo 5-höz kapcsolható. Vagy Gran Turismo-hoz kapcsolható. Amit annyira én nem élveztem, viszont az a gokárt. Nem tudom, az az 5-ben az annyira tetszett, és most a 6-ban nem. Nem tudom miért. Na mindegy. Majd szerintem majd ott is mutatok egy versenyt, egy gokárt versenyt. Csak hogy legyen. No. Szép lassan végig pörgetem akkor itt is. Illetve próbálom én is. Itt ez ugye ez a klasszikus pálya, de itt van... Van ez az... Nem tudom melyik pálya majd... hogy itt lesz a későbbiekben. Nem. Hagyom egy kicsit, hogy legyen időtök átnézni, illetve lepauzálni a játékot. Hú, az olyan szemét pályát raktak be a játékba, ami az 5-ben nem volt benne. Hogy hihetetlen, ez az. Ezek azok, ez a Matterhorn. Úristen, ezeket dehogy utálom, gyerekek. Ezt még nem. De ezt már igen. Úristen, de utálom. Nem a kedvenc pályám. Városi pálya. Tokió, London, Madrid. Ugye Madridoknak is akkor a többféle változata. Nagyon itt újat én nem láttam, esetleg annyit, hogy ami a 5-ből hiányzott, az esetleg itt is benne van. Már. És látjátok, itt vannak a London fordított, meg az ilyenek. Na jó van, tehát itt nagyon újat én nem látok. Havas tereppálya. Itt is szépen végig pörgetem. Havas, illetve rally pálya, hogy akkor máshogy mondjam. Tereppálya, ugye? Do. Volt időtök megnézni? Ez amúgy is fordított irány. Oké. Okay. Nos, és akkor nagyjából akkor 30 percnél járok, és akkor még jó, hogy eszembe jutott, hogy a pályákat nem mutattam meg. Pedig ugye beszéltem róla, hogy azt is meg akarom mutatni, de tökre kivett a fejemből, de még jó, hogy eszembe jutott. No, ennyi lett volna akkor ez a videó. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Lesz még Gran Turismo 5 videó, mert fogok vele játszani, végig is akarom játszani teljesen a játékot, tehát amennyire tudom, akkor ki is fogom maxolni. Ezt értsétek úgy. Tehát, hogy nem csak a versenyeket, hanem a különféle ilyen speciális versenyeket is mind. Ha nem is sikerül mindet aranyra, de ezüstre vagy bronzra biztos, hogy meg lesz csinálva. Na, köszönöm szépen akkor még egyszer a figyelmet. Jók legyetek, vigyázzatok, majd akkor sziasztok.